Az ország keleti felében egyre kevesebb a házi orvos és a gyermekorvos. szabolcs már bereg megyében jelenleg 16 tartósan betöltetlen házi orvosi praxis van, főleg a szatmári és beregi területeken. Ezt a hiányt két módon próbálja megoldani az OEP és az Országos Alapellátási Intézet. Vannak a Praxis Program 1 és 2 nevű kezeményezések. A Praxis Program 1-ben tartósan ellátatlan körzetebe helyettesítést tudnak vállalni kollégák, akik vállalják, hogy hat éven belül megszerzik a házasi szakvizsgát. Praxis program kettő pedig az már meglévő szakvizsgával rendelkező kollégák, klinikai szakvizsgájuk van, kórházi szakvizsgájuk, és vállalják, hogy ők inkább házi orvosként dolgoznak. Őnek is egy átképzést követően hat évük áll rendelkezésre, hogy házi orvosként szakvizsgát tegyenek. A házi orvosok 70 a 50 év feletti szakember, átlag életkoruk 59 év felett van. A házi gyermekorvosoké még ennél is magasabb. Ez azért probléma, mert a következő években egyre többen elérik majd a nyugdíjas kort. Sok fiatal azért sem szeretne házi orvosként dolgozni, mert főleg a kisebb településeken lenne rájuk szükség, távol a nagyobb városoktól és megyeszékhelyektől. Ezeket a fiatal orvosokat próbálják egy új programmal ösztönözni. Indult egyébként az alapnak most van egy programja, egy 500 milliós keretösszeggel országosan. Ezt a 230 praxist kellene, hogy betöltsük. Azok a kollégák, akik egy olyan praxisban mennek el, ami egy éven nem betöltött, azok 6 millió forint támogatást kaphatnak, azok pedig, akik már 5 évben be nem töltött a praxisban, pedig 10 millió forint, az, ami támogatást kaphat a kollega, hogyha vállalja azt, hogy 4 éven keresztül viszont ebben a praxisban szerződésködt az önkormányzattal. A program keretein belül erre a 230 helyre eddig azonban mindössze ketten jelentkeztek. Az Orvosi Kamara megyei alelnöke Sós Zoltán szerint egy életpályamodell kialakításával lehetne kedvezővé tenni a házi orvosi praxist.